Somogyi Dorottya és Janka György, a GRFC szervezője vendégem. Szeretettel köszöntelek itt nálunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mi is az a GRFC? A GRFC a Görög Katolikus Fiatalok Klubjának a rövidített mozaik szava. Ez a Görög Katolikus Közösség 2015-ben indult itt Budapesten azzal a céllal, hogy a fővárosba felkerült egyetemistáknak legyen egy úgymond felekezetüknek megfelelő és megtartó erejű közössége, akik heti szinten találkoznak és együtt lehetnek és beszélgethetnek egzisztenciális önismereti kérdésekről és a görög katolikusságukról is. És ti is a közösség révén kerültetek oda a GRFC-hez, hogyha jól tudom. Így van, igen. Honnan érkeztetek a fővárosba tanulni? Én Budapestről, én helyi vagyok. Én Nyíregyházáról érkeztem. Tehát akkor már volt egy előzetes tudásod, és tudtad, hogyha érettségi után közép felvételizel, és bekerülsz egy-egy egyetemre, akkor téged azért itt nem csak az egyetem, hanem a közösség is tárt karokkal vár. Hát ez alapvetően 2015-ben alapult, és én ebben az évben érkeztem a fővárosba, és a közösségnek az alapító tagjaként igazából ennek az igénye volt meg bennem, és a több más egyetemistával együtt gondolva szerveztük meg ezt a közösséget és ezt a fórumot, hogy majd a következő generációk viszont már így érkezhessenek Budapestre. És Dorci, akkor te így érkeztél a közösségbe, vagy szintén az alapító tagok között? Nem, én így érkeztem. Nálunk ugye a főutcán nagyon sokszor mondták, hogy menjünk a GRFC-be, ha majd egyetembe kerülünk, meg ott tartunk. És hát én így csatlakoztam igazából 2 éve a GRFC-hez. És emlékszel akkor, hogy mennyire volt befogadó a közösség? Egyáltalán kellett neked alkalmazkodni, vagy egymás, tehát a közösségezés és az egyének szintjén is van egyfajta távolságtartás, vagy egyből mindenki befogadó? Nekem hál' Istennek azért annyi előnyöm volt, hogy én Budapesten lakom, hát születésemtől fogva, és így nem volt teljesen ismeretlen számomra maga a közösség sem, meg úgy alapvetőleg ugye a város sem, viszont nagyon-nagyon befogadóak voltak, és hát úgy promózták az egészet, hogy igen, gyertek, és ha egyetemre kerültök, sőt, már előtte is ilyen előadásokon, beszélgetéseken azért részt vettünk, mert olyan izgalmas témákat dolgozunk fel, amik azért mondjuk így gimis végzősként is azért érdekesek lehetnek. Mivel tudjátok a mostani végzősöket oda csábítani? Miért jó a közösség tagja lenni? Hát igazából szerintem manapság az egyik legnagyobb kihívás, itt főleg a fővárosban, hogy az ember ne legyen egyedül. És onnantól kezdve, hogy egy fiatal úgy érzi, hogy megvan hívva egy közösségbe, ahová tartozhat, az szerintem önmagában már egy nagyon jó kezdet és lehetőség. Vannak ilyen visszajelzések felétek egyébként, hogy igen, mióta a GRFC tagja vagyok, azért kinyílt a világ, vagy milyen nagyobb találkozások történnek ott nálatok? Múlt heti témánkban beszéltünk erről, hogy milyen nehéz azért görög katolikusnak lenni itt a fővárosban, mert amit Gyuri is említett, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk Pesten, Budán, meg Budapesten, viszont nagyon sokszor érezzük azt, hogy magányosak vagyunk, és nagyon sokan mondták azt, hogy igen, ők úgy érezték, hogy megtalálták azt a közösséget, ami így megtartja őket talán ebbe a görögkatolikus voltukba. Ez vajon a mai fiatalság, görögkatolikus fiatalság problémája, hogy egyedül érzi magát, vagy ez egy általános élet? Nem, szerintem ez abszolút egy általános probléma. Nyilván itt már akár a lakhatás szempontjából is sokan ugye albérletbe kerülnek, és mondjuk nem tudnak egy kollégiumi közösségnek a tagjaként élni, és ez már ez felekezett független probléma szerintem, és nehézség, és kihívás. És lehet beszélni aktív és passzív tagokról is? Tehát, hogy akkor valaki ellátogat hozzátok, megfigyel, részt vesz a programokon, és kell egy kis idő, amíg hozzászokik, és hozzájárul, tehát hogy hozzá tud tenni valamit a közösség életéhez. Így kell elképzelni a csoport lendületét? Szerintem 3 csoportra osztjuk talán a tagokat. Vannak a nagyon aktívak, akik ugye az egész szervezésében segítenek, akik előtte zsíros kenyereket teát készítenek, ugye nyitják a görög gödröt, ahol az alkalmainkat tartjuk. Illetve vannak az aktív tagok talán, akik minden alkalommal ott vannak is jelenlétükkel, gondolataikkal, bővítik igazából a társaságot. Illetve vannak, én nem nevezném őket még passzív tagoknak, de akik így az előadásokra, vagy talán az időszűke miatt, ami hát azért valljuk be igazán meghatározó jelen pillanatban,
ők csak bizonyos alkalmakra, vagy a kiemelt alkalmainkra tudnak eljárni. Ugye minden hónapban szervezünk egy kiemelt alkalmat, ez azt jelenti, hogy egy talán nevesebb előadót egy adott témában felkérünk, és ő tart róla előadást, és onnantól kezdve kezdődik egy beszélgetés róla. Milyen témákat érintettetek eddig, és kik voltak a vendégeitek, illetve hát 2019-ben kiket terveztek meginvitálni? Hát a tavalyi évben, meg úgy igazából mindig az volt a koncepció, hogy legyenek alapvetően egyházi személyek. Ide sorolhatjuk például akár Hodász András atyát, vagy Belovics Gábor jezsuita atyát, akik ellátogattak hozzánk, és egy ilyen nagyobb volumenű előadást tartottak. De fontosnak tartottuk azt is, hogy világi emberek, akik viszont keresztény értékeket képviselnek, azok is ellátogathassanak hozzánk, és ők is motiváljanak bennünket a példájukkal. Ide sorolhatjuk például a Béres családot is, akik ellátogattak hozzánk a tavalyi évben. Idén pedig ugyanerre a sémára szeretnénk a programjainkat szervezni, illetve talán ez még javarész szervezés alatt van, és viszont szeretnénk pár programot így felvillantani. Például most novemberben lesz egy zarándoklatunk, ami Nyíregyházáról Máriapócsra fog egy hétvégén ellátogatni. Ez már a tavalyi évben is megrendezésre került, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat adott a résztvevőknek. Illetve még két programmal egészíteném ki. Most lesz október 26-án a Bioetikai Társaságnak egy előadása vagy konferencia sorozata, és ott is részt vesz majd a GRFC, illetve a Görkapocs Fesztivál, ami október 25-től 27-ig fog tartani, ez Debrecenben lesz, és ott szintén ott az országos görög katolikusok, mindenki igazából megtalálható majd. Ezek lesznek a nagy kiemelt alkalmak, és mik azok, amik hétről hétre visszatérnek, és hogyan telik nálatok? Általában szoktunk egy görög-katolikusság témakörben indítani egy alkalmat, ez szintén havi rendszerességgel van, illetve szeptember elején, amikor van a nyitógyűlésünk, akkor felvetjük azokat, hogy milyen témák lennének érdekesek, mik felé érdeklődnek az emberek, és azokból igazából válogatunk. Általában van egy görög-katolikusságról szóló, egy kiemelt alkalom, egy kötetlen alkalom, és akkor egy választott kisebb téma. Mi az, ami most a görög-katolikus fiatalságot érdekli, ami köré szervezitek az alkalmaitokat? Hát alapvetően ez a közösség nem teljesen ilyen hittanóra jelleggel működik, hanem próbálunk ezen egy kicsit túllépni. Viszont amikor görög-katolikusságról beszélünk, akkor törekszünk arra, hogy a görög-katolikus rítusunkat mélyebben megismerhessük, illetve akár a szentségekről, például most kedden, ma este a keresztségről fogunk beszélni a 21. századi szemmel, úgyhogy tehát így elég sokrétű, beszélünk a szertartásainkról, akár így a szentségekről, és ilyen jellegű dolgokról. Tehát akkor minden hét keddjén találkoznak a GRFC tagjai hol? A Görögödőben, és este 7 órától. És ilyenkor hányan gyűltök össze? Hát ez változó igazából, valamikor évelején általában ugye sokkal többen el tudnak jönni, mert még lazább a fél év, nem indultak be úgy az órák, meg ilyesmi. Azonban így a fél év előre haladtával nyilván picit kevesebben, de az évelei nyitó alkalmunkon körülbelül 50-en voltunk, de azt azért így szerintem bátran mondhatom, hogy így hétről hétre azért egy olyan 25-30 ember állandóan jelen van. Hát és a kiemelt alkalom, akkor még többen természetesen. És van-e ezeken az alkalmakon valamifajta lelki vezetés számotokra? Tehát, hogy papok, lelkipásztorok jelen vannak? Általában Kocsis Tamás atya szokta tartani ezeket az alkalmakat, vagy legalábbis vezetni. Viszont most Budára új káplánata került, Círják János atya, és ő is igyekszik azért részt venni ezeken az alkalmakon. És utána, amikor megvolt egy ilyen téma, vagy a felvezetése, akkor utána mindig van egy beszélgetés, egy ilyen átgondolási időnkor, akár csoportosan, kis csoportban azért átbeszéljük, hogy ki mit gondol az adott témáról. Van azért sok eltérő vélemény, vagy ez a jó a csoportban, hogy amúgy is már egy közös érdeklődési terület, a közös vallás összeköt, és olyan nagy távolságok, különbségek nem lesznek? Hát azt hiszem, ilyen nagyon nagy távolságok nincsenek, viszont mindig nagyon érdekes rácsodálkozni így másnak a szemével egy-egy témára, és mindig tud
Tehát annak ellenére, hogy nincsenek ilyen kirívó különbségek, az, hogy másképpen közelítjük meg a témákat, az is nagyon sokat ad, és teljesen új gondolatokat tudnak bennünk megfogalmazni. Én még annyival egészíteném ki, hogy ugye nagyon sok helyről érkezünk az országból, és hogy egy-egy embernek a nézőpontját hogy változtatja az, hogy ő honnan jön, mit tanul, milyen közösségben van, hogy mondjuk az egyetemen vagy alapvetőleg, vagy a GRFC-n kívül is. Nevesíthetjük is például nem csak a tagokat, hanem az, hogy mondjuk aki Nyíregyházáról érkezik, vagy Debrecenből, mennyire látja máshogy a dolgokat, mint egy-egy fővárosi? Hát azt hiszem, erre most nekem kell válaszolni. Úgy gondolom, hogy nem látjuk másképpen, viszont amit talán mi magunkkal hozunk, az egy ilyen, talán egy kicsit ilyen elkötelezettebb görög-katolikus jelenlét, hiszen ugye azt meg kell fogalmaznunk, hogy azért ez a magyar görög-katolikus egyház, ez főként Kelet-Magyarországon van jelen, és így úgymond ott nagyon erős görög-katolikus identitással rendelkeznek a jelenlévők, és talán ez a fajta egy nagyon erős hozzáállás például pont egy fővárosinak adhat motivációt a hétköznapokban. És Dorci, te jogász leszel, Gyuri pedig német énekszakos tanár. Így van. Magában a hivatást, amit választottatok, hogyan tudjátok a görög katolikusságotokat megélni? Gondolkoztatok már ilyenen? Nekem hál' Istennek olyan szerencsém van, hogy a Pázmány Péter katolikus egyetemre járok, így ott mondjuk a görög katolikusságot annyira nem is, viszont a katolikus hitet azt nagyon meg tudom élni, mivel misékre járhatók, gyónásra van lehetőség, tanévnyitő szentmise van, és nekem az, hogy minden tanteremben azért ott van a kereszt, azért az egy nagyon meghatározó dolog. Hát tanárként úgy gondolom, hogy hogyha most az egyetemen nem is, de később magának a tanári hivatásnak a gyakorlása során erre nagyon sok lehetőség lesz, akár konkrétan és nevesítve, hogyha egy egyházi iskolába kerülök, akkor ott nyilván sokkal könnyebb ezt megvalósítani, de akár egy állami iskolában is azzal a hozzáállással és lelkülettel, ahogy tanítok, tudok katolikus vagy keresztény értékeket továbbadni az embereknek, úgyhogy esetleg nem is tudnak róla. És a beszélgetés elején volt már arról szó, hogy egy némely görög-katolikus fiatal eléggé egyedül érzi magát, itt most hittől és lakóhelytől függetlenül különböző társadalmi problémáktól alakulhat ez ki. Ez egyfajta, hát nem, talán nem a legjobb, hogy katolikus üldözöttekhez hasonlítsuk magunkat, de a mai világban ez egy probléma, hogy a hitedet nem tudod megélni, vagy nem tudod a társaid felé közvetíteni, mert ők esetleg nem a legjobb reakciókat adják rá? Ilyen szerintem sajnos nagyon-nagyon nagy probléma, hogy az emberek azért olyan furcsán néznek ránk, amikor én mondom, hogy igen, én katolikus vagyok és vállalom. Talán egy kicsit a jogász szakmának ez is egy a nehézsége, ebben a szépsége is szerintem, hogy nagyon nehéz talán benne megtalálni azt, hogy hol van az etikusság határa, a katolikus értékrend. Én igazából igyekszem ugye ezt megtartani az előző kérdésekben is, ugye itt az erkölcs nagyon-nagyon fontos, viszont nagyon sok hallgatótársunk talán azért ezzel nem tud azonosulni. Igen, hát én nekem az a szerencsém, hogy így a baráti körömben, meg ahol így lakom most, én a Szent Ignácia Zsuita Szakkollégiumban lakom, azért ott alapvetően ugyanúgy gondolkozunk, és ugyanazokat az értékeket képviseljük, de nyilván ez a korunknak egy nagy problémája, hogy bár egyébként szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat, de néha azért tényleg kaphatunk ilyen érdekes tekinteteket, vagy ilyesmi, de hát valahol talán ez a hitünknek is a lényege, hogy ez is evangelizáció, hogy mi ezt vállaljuk, és ezáltal mi is kaphatunk. És tanúságtétel is. És a GRFC-ben az a jó akkor, hogy azonos érdeklődési körű fiatalok találkoznak, és nem csak szellemi táplálékot kaptok ott, vagy adtok is, hanem baráti társasággá kovácsolódtok, illetve a testi dolgokra is odafigyeltek, úgy értem, hogy épp testben, épp lélek szellemében mentek például zarándokolni, illetve voltatok már együtt síelni is, ha jól tudom. Milyen különböző alkalmak vannak, amik nem csak a GRFC keretén belül, hanem ti összejártok, és akkor is értékközvetítő szórakozást vagy előadáston vesztek részt.
Hát én mondjuk az éjszakai zarándoklatunk, vagy éjszakai túránkat emelném ki. Ezt egy téli napon tettük meg, ami szerintem még jobban összekovácsolta a társaságot, hogy a hidegben a forró teát ívva. Ezen kívül vannak focai alkalmaink is, a Szent Angéla Ferences Gimnáziumban kerülnek ezek megrendezésre. Illetve talán a bálunkat említeném még meg, ami egy április, vagy legalábbis tavaszi időpontra, de ez még ugye nincs kitűzve, szóval nem tudunk pontosat mondani erről, de hogy a tánc és a mulatság igazából az is a közösségünk része. És mit adott nektek a GRFC? Hát nekem alapvetően megerősítést, nyilván így a fővárosban ugye, hát azért ezt így kimondhatom, hogy a felekezetünknek megfelelő programok, azok, és én, számomra ez egy fontos igény, és itt megtalálhatom például. Én is úgy megerősíteném, amit Gyuri mond, nekem azt, hogy egy görög-katolikus társaságban itt is lehetek, és nagyon-nagyon sok helyről érkezünk, ez nekem egy nagyon nagy bónusz. Én nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi sok helyről ismerhetek embereket, mert bárhol vagyunk a világban, szerintem ne lenne egy olyan telefonszám, ahol amit el lehetne felhívni, hogy figyelj, itt vagyunk, össze tudunk-e futni egy kávéra, illetve természetesen hogy az értékeket és azokat a témákat, gondolatokat, amiket átveszünk, azok szerintem nagyon meghatározóak lesznek mind a további életünkben, mind a jelenlegiben. És az, hogy fiatalok vagytok, erősek vagytok, értékes dolgokra irányítjátok rá a figyelmet, akár beszélgetés kerekasztal megbeszélés formájában, és Kocsis Tamás atya is mellétek állt, az egyházban milyen támogatottság van a fiataloknak ennyire érdeklődő témák iránt, vagy nyíltság iránt? Mennyire tudjátok a hangotokat hallatni, hogy igen, a mai fiatalságnak szüksége van válaszokra? Hát szerencsére abszolút támogatást élvezünk, nekem az az érzésem, főleg így a görög-katolikus fórumokon nagyon sok megjelenésünk van, nagyon sokan tudnak rólunk és támogatnak, akár anyagilag, akár szellemileg. Szerintem nagyon sok lehetőséget kapunk azáltal, hogy média megjelenési lehetőségeket kapunk, akár a görög-katolikus magazinokban, vagy Facebook oldalakon és honlapokon. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ennek az országban, vagy országszerte híre van, és tudnak rólunk, és igazából így szeretnek bennünket. Ezzel csak egyetérteni tudok. És van ugye nektek, tehát még folynak a tanulmányaitok, gondolom, hogy elméleti és gyakorlati oktatás is van, még haza is kell ezért utazni, még Szentmisén részt venni, és hogyan tudjátok a mindennapi életetekbe azért hétről hétre ezeket, illetve a nagy havi alkalmak megszervezését bevonni, tehát ezt egyfajta társadalmi felelősségvállalásként is, vagy missziós tevékenységként tekintetek a munkátokra? Szerintem inkább ez ilyen szórakozás nekünk. Hál' Istennek már évek óta, talán a megalakulásától kezdve mindig kedden 7 órától van, tehát ezt így már augusztusban be tudjuk vésni a naptárunkba, hogy igen, GRFC kedden, akkor arra nem szervezek semmit. A szervezést általában vagy telefonon, de inkább talán Facebookon, meg a egyéb közösségi média által adott forrásokon keresztül oldjuk meg, így talán gyorsabb is, meg azért visszakövethető. Társadalmi felelősségvállalás is talán, viszont én azt mondom, hogy igazából ezértünk van, és ez nekünk szól, és ezért megéri tenni nekünk. Talán még annyival egészteném ki, hogy az ember, hogyha egy olyan programot tud a hetében, amit által ő is gazdagodik, akkor az nem is, valahol nem is áldozat. Abba megéri belefektetni, mert sokszorosan visszakaphatjuk, és megtérül az az idő, amit erre fordítunk. Szoktatok azon gondolkozni, hogyha ott vagytok a GRFC 10. születésnapi ünnepségén, akkor visszatekintve mi mindent értetek el, mi minden célt tűztök még addig ki magatok elé? Hát igazából most ünnepeljük az 5. születésnapunkat, most kezdtük az 5. évadot, és igazából, hogyha most kellene visszatekinteni, és most kellene így összegezni, akkor azt mondhatom, hogy elégedettek vagyunk, és igazából ennél nem is kell több, hogy a semmiből sikerült tényleg létrehozni egy közösséget, ami él, és megy tovább, és vannak ott emberek, és érdekli őket, és a magukénak érzik. Hogyha ezt 5 év múlva, amikor már 10 éves lesz a GRFC, újra el tudjuk mondani, akkor azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk.
És vannak biztos olyanok, akik most már kirepültek, a távolság miatt nem tagjai a GRFC-nek, de biztos, hogy nagyon szép emlékeket őriznek, és meg is osztottak veletek ilyeneket, és most itt a lehetőség, hogy tolmácsoljátok azoknak a szavait, akik ma nem lehetnek itt velünk, hogy mi mindent adott számukra a GRFC. Például házastársakat is igazából a GRFC-nek is tulajdoníthatunk. Talán kettő olyan házas pár van, aki a GRFC-n által ismerte meg egymást. Talán az ősz, sőt, egy helyen már babus is van. Talán őt nevezhetjük az első GRFC-s babának, hogy szoktak ilyeneket mondani. Ők nagyon-nagyon hálásak, és azt mondják, hogy ilyen grillparti által, vagy hogyha valahogy tudják segíteni, mert hát ugye ők már nem tudnak olyan szinten a közösség aktív tagjai lenni. Viszont mindig felajánlják a segítségüket, hogyha szervezni kell, ha pakolni kell, mert ezáltal ők úgy gondolják, hogy vissza kell adniuk azt, amit kaptak a GRFC-től. És mondjuk el azok kedvére, akik most kedvet kaptak és szeretnének csatlakozni a klubhoz, hogy hol lehet titeket akár elektronikus úton, akár helyileg elérni, ugye a Görög Gödröt már említettük, de ezért jó hangsúlyozni, hogy ott vagytok az online térben is. Így van, online, főleg a Facebookon vagyunk nagyon jelen, ott egy Facebook oldalunk van, a Budapesti Görög Katolikus Egyetemi Lelkészség, és ide szoktuk feltenni az alkalmainknak a Facebook eseményeit, illetve van egy Facebook csoportunk is, a GRFC Budapesti Görög Katolikus Fiatalok Klubja, és itt lehet jelentkezni úgymond a csoportba, hogy ott értesüljenek a hírekről, de természetesen aki nem jelentkezik, azt is nagy szeretettel várjuk a Bengőköz és a Káplár utca sarkán található Görög Gödörbe. Keddenként este 7 órakor. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meginvitáltatok minket is az alkalmakra. Gyertek máskor is. Köszönjük szépen.